Az elmúlt 3-4 évben megközelítőleg 1,8 milliárd forint értékben volt lehetősége a Tolna megyei szakképzési centrumnak fejlesztéseket végrehajtani a tagintézményeiben, mondta el Dömötör Csaba kancellár. Ez idő alatt folyamatosan törekedtek arra, hogy minden iskolára elegendő mértékű összeget fordítsanak. Ezek döntő többségében szakmai eszközök, informatikai eszközök, IT eszközök, illetve épületfelújítások. Külön kiemelném azt, hogy az épületfelújítások között teljesen új épületbe, egy megújult épületbe tudtuk költöztetni Bonyhádon a Perczamor iskolát, ami nekünk azért nagyon nagy dolog, mert eddig két különböző épületben voltunk, most az önkormányzattal közösen sikerült rendbe tenni a Jókai utcai épületet, és így ott egy nagy beruházás után ezt a tanévet már ott kezdték meg. Ezen kívül az épületek tekintetében szinte minden iskolánk épülete valamilyen szinten megújult. Más intézményekben homlokzat vagy éppen vizes blokk felújítás történt. Tulajdonképpen arra törekszünk folyamatosan, hogy a tanuló komfortérzete és az ott dolgozó komfortérzete egyre magasabb legyen. 8 iskolánk van, hát a 8 iskola mellett, a 8 iskolában azért ki kell emelni azt is, hogy a feladathoz igazítottan igyekszünk, és a szakképzés átalakítását megköveteli, átalakítása pontosabban megköveteli azt is, hogy az eszközhálózatunkat és eszközrendszerünket is fejlesszük. Minden iskolában kialakítottunk egy-egy okostermet, ahol az eszközök egymással is kommunikálnak, a tanulók nagyon korszerű digitális technikákkal tudnak dolgozni. Ezek azt is jelzik, hogy már a mesterséges intelligenciát is be tudtuk vinni az iskolákba, bevonjuk a napi szintű oktatásba is. Mindemellett robotok, drónok, programozható eszközökkel tudnak a tanulók dolgozni. Amit még nagyon szeretnék kiemelni, az az, hogy a műszaki területen is komoly fejlesztések voltak. Az ADI iskolánkban kialakítottunk egy olyan speciális gép- és járműgyártáshoz tartozó tanműhelyrészt, ahol már preparált autókon szintén nagyon korszerű eszközökkel tudnak tovább dolgozni. Valamint fontos, hogy a lányok is megtalálják a számukra legmegfelelőbb képzést. Ezért aztán szépészeti tanműhelyeket alakítottunk ki. Azt gondolom, hogy olyan kozmetikus fodrász műhelyénk vannak az iskolában, amelyek bárhol megállnák a helyüket. Rendkívül fontos az, hogy nem csak szakmai oktatás van, hanem figyelünk egy picit a gyerekek sportolási lehetőségére, egészségére is. Ez azt gondolom, hogy megint nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen egy iskola nem csak és kizárólag arról szól, hogy ott tanulunk, hanem az is nagyon fontos, hogy az ott tanulók, dolgozók is jól érezzék magukat. Több helyen alakítottunk egy szabadtéri kondipályát, az Adiban egy rekordtámborítású sportpályát hoztunk létre, illetve ami nagyon fontos, hogy 3 iskolában még a beltéri konditermeket is felújítottuk, megújítottuk. Én azt gondolom, hogy így komplex ez a kép, remélem, hogy jól is érzik magukat a tanulók nálunk.